Rámegyünk az Effects, majd Render Clouds-ra. Itt beállítjuk, hogy felhős effektust kapjon a képünk. Tovább rákattintunk újra az Effects, ott pedig az Artistic Ink Sketch-re. Ennél az Ink Sketch-nél beállítjuk az Ink Outline-t 64-re, a Coloringot pedig 57-re. Újra rámegyünk az Effects-re, itt pedig a Blurs, Zoom Blur. A Zoom Blurt, Zoom Amount-ot beállítjuk például 57-re. Leokézzuk. Majd rámegyünk újra az Effects-re, azon belül a Distort-ra, és adunk neki egy kis csavart, twist. Leokézzuk. Ezután duplázzuk meg a réteget, nevezzük az első réteget elsőnek, a második rétegünket pedig másodiknak. Rákattintunk az első nevű rétegünkre, Layers, fülecske és Flip Horizontal, majd pedig kattintsunk a Layer Properties-re, ahol a Blending módot Lighten-re állítjuk. Egyesítjük a rétegeket, majd rámegyünk az Adjustments Curves-re, ahol a Transfer mapon belül átállítsuk a lehúzható fülecskénket RGB-re. Kivesszük a zöldet és a kéket, a pirosat pedig beállítjuk úgy 85,100 akármennyire. Majd kivesszük a pirosat, bekattintjuk a kéket, amit 170,39,50 tetszés szerint. Beállítás után leokézzuk. Majd rád megyünk az Adjustment Brightness and Contrast-ra, ez a fény és a kontraszt állítást. Beállítjuk a fényességet a Brightness minusz 25-re, a kontrasztot pedig 40-re. Majd egérrel rákattintunk a Tools-ok az eszközök között az Eclipse, vagyis a körkivágás túlra, eszközre. Egérrel a képen egy nagy kört húzunk, utána Ctrl-I billentyűzet kombinációval a kijelölést megfordítsuk. Majd rámegyünk az Effects-re, Distort, és kiválasztjuk a Frosted Glass opciót, ahol beállítjuk, hogy ez van ilyenünk, hogy maximum scatter radius 6,23, maximum vagy minimum scatter radius pedig 0-ra, a smoothness pedig 6-ra. Leokézzük, kivesszük a jelölést, és elkészült a Flame Wallpaperünk, azaz tűzhatású, a tűz háttérképünk.